Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Kedves nézőink, immáron 5 esztendős, januárban ünnepelte 5. születésnapját a Pázmánd és Pájz Egyesület. Mi magunk is beszámoltunk róla, hiszen számtalan nagyszerű rendezvényt invitáltak meg bennünket. Ebbe benne volt ugye a 3 hagyományos rendezvény. Az első az értelemszerűen mindig a születésnap, tehát a Mártonnapi ünnepség sorozata, a húsvét és a karácsonyi vásár csoda dolog történt ott mindannyiszor. Most azonban valami újba is fognak, június 30-án megint egy nagy évű történet vár ránk. Vendégem Kerkuska Csaba, a Spájz Egyesület alapító tagja, tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Hát ez év június 30-án a Pázmán és Pájz Egyesület már második alkalommal rendezi meg az úgynevezett Parasztcsávó fesztivált és hét próbát. Az idén ezt június 30-án egybekötjük az arató napi hagyományokkal, az arató ünnepséggel, és este egy arató bállal zárjuk ezt az egész napos programsorozatot. Tehát ez egy kiegészítése, hiszen egy kicsit ismerkedjünk meg az Egyesülettel. Itt nem csak arról van szó, hogy gyümölcsöt és zöldséget termesztenek, hanem nagyon fontos feladatot vállaltak. Tulajdonképpen ez egy küldetés, ami nem más, mint a hagyományőrzés is. Amikor összefogtak, akkor az nyilvánvaló volt, hogy igenis egy ilyen egyesület, ahol remek földrajzi adottságokkal rendelkező emberek élnek, tehát olyan polgárok, akik ráadásul tudnak és szeretnek is dolgozni, nem különben értenek hozzá természetesen, tehát ugye ez hívta életre az Egyesületet. De mi volt az elsődleges szándék? Honnét jött a gondolat, és hogyan sikerült ezt megvalósítani? Hát a Spájz Egyesület megalakulása az úgy történt, hogy falusi vendégházzal, turizmusra foglalkozunk, immáron 10 éve, és a legeslegelső vendégek között kíváncsiság volt, illetve érdeklődés a helyi termékek iránt, keresték a helyi termékeket, a sajtot, a sonkát, a tojást, és akkor felvettem a helyi termelőkkel, őstermelőkkel a kapcsolatot, és egy pár hónap múlva ez visszájára fordult, már a helyi termelők kerestek engem, illetve bennünket, hogy nagyon szeretnék az idáltó vendégeknek ezeket a termékeket bemutatni, eladni, megkóstoltatni, és tulajdonképpen ebből lett. És tradicionálisan következett egyik a másikból, hogy nem csak a hagyományos régi paraszti ételek, termékek, készítmények, hanem a hagyományok, szokások is bemutatásra kerülnek az ide látogató vendégeknek. Igen, mint minden településen én azt mondom, hogy más-más termelnek. Van, aki mindent nyilvánvaló, hogy kell paprika, paradicsom, hagyma a kertben, de most már a termelői stílusok is változtak. Ez tudatos volt? Tehát, hogy van olyan gazda, aki ráállt egy bizonyos termékre, amit aztán tökére fejlesztett. Igen, teljesen így igaz. Tehát van olyan termelőnk, aki a Spájz Egyesület hatására kezdett el aztán intenzívebben méhészkedni. 4-5 méh családdal kezdte, és csak pusztán a saját részre termelt mézet. Aztán amikor látta, hogy a lehetőségek adva vannak arra is, hogy ebből kereskedelmi mennyiséget termeljen, akkor nekiállt és bővítette a méh családot. Aztán van olyan háziasszonyunk, aki hasonlóan a lekvárokkal, a szörpökkel és savanyúságokkal hasonlóan kezdte, tehát először csak a saját családot, és a megtermelt pluszt feleslegeset próbálta a Spájz keretein belül értékesíteni, és most ott tartunk, hogy igazándiból szinte minden hétvégén valahol kirakodó vásárba bemutatókon megjelenik a Spájz Egyesület a termékeit. És nagyon népszerűek, mert ugye a zöldség, az alapvetés megvan, de ahogy mondta, a méz, sajt, remek sajtokat kóstolhatunk, aztán ott vannak a gyümölcsök, szezonális érték, de a lekvárok, a húskészítmények, ami nem különben fontos. Így van, és vannak azért olyan kuriózumok is, ha már hagyományoknál tartunk, hogy egy néhány kézműves is bekerült az Egyesületbe, idősebb bácsik, a nénike. Van olyan bácsi, András bácsi, aki a régi vesszőfonás, kosárfonás fortéjait mutatta be nekünk, és muszáj, hogy ilyenek is legyenek, mert ezeket a régi mesterségeket így tudjuk csak megőrizni. Tehát Bandi bácsi rendszeresen, amikor vásárok, bemutatók vannak, élőben is mutatja, hogy készülnek ezek a kosarak, és próbáljuk átadni ezeket a lehetőségeket, illetve ezeket a fortéjokat az utókorban. Igen, ezek a fortéjok örök létre vannak ítélve. Így van. A fafaragás nem különben. Tehát működik az, és én azt gondolom, a hagyományőrzésnek egy nagyon-nagyon fontos szelete az önök ilyen formában is. A bevezetőmben említett 3 rendezvényről azért esik szó, a Mártonnap, az nagyon fontos. Igen, az a libafertályok napja, azt tudjuk, de egy kicsit másként csinálják ezek.
életeti. Igen. Tehát tudni kell, hogy a Pázmány és Páze Egyesület hivatalos megalakulása az Márton nap közelére tehető, és az első évforduló pont úgy adódott, hogy Márton napra esett, és ebből adódott, hogy akkor legyen ez a megalakulás évforduló, és minden évben Márton napkor egy egész napos rendezvényt, sorozatot tartunk, ahol megjelennek a kézműveseink, megjelennek az árusok, és mindig van valami különlegesség. Tehát Márton nap révén megjelenik Döbrögi úr, megjelenik Ludas Matyi, és egy egész napos családi szórakozás veszi kezdetét. Igen, a húsvét és a karácsony pedig adja magát, hát a vásár, csak kicsit másként. Igen, tehát húsvétkor mindig a húsvét előtti, nagypéntek előtti hétvégén pakol ki a spájz, hogy mindenkinek legyen ideje a megvásárolt készítményekből, termékekből húsvétra az asztalra készíteni. Az advent az pedig mindig a második advent vasárnapja, amikor a falu központjába kitelepülnek a spájzos termelők és kézművesek, és ezt már tudja a lakosság, tehát mindig készülnek rá, hogy a második advent vasárnap, akkor az a spájz egyesület rendezvénye. Volt szerencsém belekukkantani az alapszabályokba, ez egy nagyon komoly történet. Én azt gondolom, hogy egyébként egy ilyen egyesület megalakításához és működtetéséhez egy ilyen alapszabály kell. Mi egy ilyen egyesületnek az alapvetései, tehát az alapszabály alapvetései? Hát elsőlegesen, amiről beszéltünk is, hogy a hagyományőrzés, a tradíciók átörökítése, továbbadása az utolskornak, és mindemellett ezek napra készen tartása is, tehát hogy ezek a termékek folyamatosan meg tudjanak jelenni, ne tűnjön el a kínálatból. Ahogy említette is, tehát minden megvan szezonálisan, tehát van, amikor a zöldség gyümölcsöknek van szezonja, van, amikor az egyéb húskészítményeknek, de úgy gondolom, hogy a hagyományőrzés és ezeknek az egésznek az átadása a következő generációnak ez a fő szempont. Ugye 19-en kezdték, 19-en voltak, most már majdnem kétszer annyian, tehát 30 felett, 36-an vannak körülbelül, vagy azt hiszem, hogy ez a pontos szám, ez népszerűvé teszi. Tehát bizonyítottak egymásnak? Van valamiféle természetesen jó értelemben vett vetélkedés a termelők között? Hogy most én megmutatom, hogy nem adja az én paradicsomom szebb, hanem hogy az üzlet az önmagában siker is. Igen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy van egy egészséges verseny is, de tehát például van mézesből, méhészből kettő is. És amikor az egyik nem tud megjelenni, akkor nincs vita, akkor megjelenik a másik. Tehát még a termékeket is úgy próbálják kialakítani, hogy az egyik készlete ne üsse a másikét. Amikor egyiknek nincs készlete, van a másiknak, de ugyanígy működik a sajtos lekvárosnál is, hogy az egyik, ha készít mondjuk céklából ivólevet, akkor a másik nem, hogy ne legyen egymásnak úgymond konkurens, de olyan széles a paletta, hogy igazándiból mindenből mindig szinte van. Tehát a hívó szó a minőség. Igen, mindenképpen. Igen. És az egymás közti vetélkedés, ez így tökéletesen rendben van. Az, hogy a részt vesznek Pázmán település közétkeztetésében, az pedig azt mondom, hogy rang. Tehát így azért mindenki tudhatja, hogy igen, erre az egyesületre egyik oldalról szükség van. Tehát nem csak hagyományőrzés, nem csak üzlet, ha úgy tetszik, hanem annál sokkal több. Igen, évek óta hagyomány, hogy a termelőink, őstermelőink rendszeresen beszállítja a helyi óvoda konyhájára, tehát mindig szezonálisan éppen a gyümölcsökkel, zöldséggel, burgonyával, amivel tudnak, és keresik, és szívesen vásárolják ezeket a termékeket a helyi konyhán. Egyébként én azt figyeltem meg a Balatoni úti Jancsárkert termelő és biopiacon, hogy az egyik legnépszerűbb stand a Pázmándiaké mindig. Igen, hát amikor meghívnak benneket, nagyon-nagyon szívesen jövünk, csak hát, mint említettem is, hogy az árukészlet sajnos az véges, és nem tudunk sajnos mindig mindenütt ott lenni, mert minden egyszer elfogy, tehát elfogy egyszer a gyöldség, gyümölcs, és ugye szezonálisan csak akkor tudunk, amikor éppen mindenek a szezonban. Hogy kapnak a tagok szakmai segítséget? Hiszen bármennyire is ezer éve vett valaki zöldséget, bármennyire is tud metszeni, azért a korral haladni kell. Tehát azért van mindig divat mindenféle zöldségben, gyümölcsben, amellyel haladni kell. Tehát amikor arról beszélünk, ahogy ön is mondta, hogy volt 5 méh családja, aztán 30 kell, nyilván akkor a technológia az már változik. Igen, úgy gondolom, hogy ez is egy nagy előny, hogy a kistermelők, őstermelők nagyon szívesen segítik egymást, és nem konkurencálják egymásnak, és
Nagyon jó érzés az, amikor van lehetőség arra, hogy az idősebb korosztályt megkérdezik. Tehát van az egyesületben 70 fölötti, 70 év feletti tag is, aki bármikor nagyon szívesen segítenek ötletekkel, tanácsokkal, régebből vett praktikákkal, ami úgy gondolom, hogy fontos ahhoz, hogy az egyesület fenn tudjon maradni. No, megérkeztünk június 30-ához, a hónap utolsó napja. Hogy készülnek, és mi minden, hogyan invitáljuk meg azokat, akik még nem döntötték el, hogy mit csináljanak azon a napon? Hát akkor a teljes igényekről szeretnék egy pár apró összetet elmondani, tehát ez egy arató nappal egybekötött rendezvény lesz. Korán reggel már 7 órától a helyi traktorosoknak szervezünk egy felvonulást. Tehát itt közel 45-50 erőgép fog megjelenni, a legkisebb traktortól a legnagyobb traktorig. Ez 7 órától olyan 8:30-ig lesz egy felvonulás. 9 órakor a község futballpályáján lesz a hivatalos megnyitó rendezvény. Egy időben indulnak a focipályán a kispályás foci mérkőzések, tehát ide várunk még nevezéseket. Ugyanebben az időpontban indul a főzőverseny. A tavalyi évhez viszonyítva úgy gondolom, legalább ugyanannyi főzőcsapat, tavaly jól emlékszem 30-31 főzőcsapat jelezte a részvételét. És ezeknek a rendezvényeknek nagyjából olyan 13 órakor lesz vége, és lesz egy eredményi hirdetés a főzőversenynek, illetve a kispályás foci versenynek. Közben egész nap lesznek a gyerekeknek, fiataloknak egésznapos programok, tehát a Sántikától Ugráróvár, célbalövészet és mindenféle gyerekeknek szánt programok, és igazániból 2 óra után 2:30-kor kezdődik ez a számunkra a nap fénypontja, ez a második parasztcsávó 7 próba. Ez egy nagyszerű szó, ki találta ki? Igen, hát ennek története van, ezt pár évvel ezelőtt egy idős bácsika Budapestről települt ki Pázmándra, és tett egy kertes házat, egy ingatlant, és szeretett volna kaszálni. És én nagyon szívesen átmentem, és kézi kaszával megmutattam neki, hogy működne, és ő mondta elsődlegesen azt, hogy igazi falusi parasztcsávó vagy. És a bácsikáról tudni kell, hogy elment aztán a helyi mezőgazdasági boltba, hogy ő is vesz magának kaszát, és hogy szeretné ezt a megtanulni, és akkor a bódba kérdezte, hogy mi kell ő neki, hogy kaszálni tudjon, szedegette össze az alkatrészeket, és hát végigmérte az eladó, és mondta neki, hogy hát papa, magának ehhez semmi nem kell. És így maradt meg ez a igazán egy parasztcsávó, és úgy gondolom, hogy falusi gyerek létemre. Így van. Annál is inkább a Mezőföld szívében a paraszt hirdetem én, nem lehet szitok szó, tehát az maradjunk annyiban, hogy ez ráadásul egy csodálatos jelzőszerkezet. No, menjünk tovább. Igen, hát 14:30-kor kezdődik ez a parasztcsávó 7 próba, immár a második alkalommal. Ez igazán azt mondom, hogy gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt látványos és tanúságos. A régi falusi paraszti életből vett feladatokkal próbáljuk egy kicsit szórakoztatni a közönséget. Tehát ebben lesz a zsákcipelés mondjuk mindenféle akadálypályán, aztán a boroshordóból mondjuk borszívása, és ezt időre, aztán lesz gumicsizmával célba dobás, de lesznek régi paraszti életből vett eszközök felismerése, aztán kisbálából gulaépítés természetesen időre. Tehát ilyen hasonló feladatokkal próbáljuk a közönséget szórakoztatni. És tavaly az a vádért bennünket, hogy igazándiban nem gondoltunk csak a fiúkra, férfiakra. És az idén ez kiegészül, ez a rendezvény úgynevezett tésasszony 7 próbával. Szeretnénk a hölgyeknek, asszonyoknak is kedveskedni hasonlóan 7 feladat sorral, amiből nagy titkot nem akarok elárulni, mert idén ez az első lesz, de mindenképpen lesz egy olyan, hogy úgymond tehenet kell fejni. És hát hadd mondjam, hogy az Országos Tejtermék Tanács támogatja ezt a rendezvényt, és megkaptuk ezt a műanyag tehenet, amit lehet fejni, és az egyik feladat ez lesz, és hát komoly érdeklődés van már most erre a rendezvényre. Jó, majd erről megkérdezem Mékuti Tibort is, biztos, hogy örülni fog neki. Azt hiszem, hogy ez nagy kihívás hölgyeknek, uraknak, mindenkinek. Én azt tudom mondani, hogy, és természetesen folytatjuk teljesen mással ezt a beszélgetést, de június 30-e, tehát a június utolsó napján, kérem szépen, kedves nézőink, látogassanak el Pázmándra, megéri. Ugyanakkor azt tudnunk kell önről, én legalábbis tudom, de azt hiszem, hogy nagyon sokan, hogy van egy óriási nagy szerelme. Ez nem más, mint a veterán autó és motor. Márpedig 9. alkalommal rendezik meg július 14-én a francia forradalom évfordulóján a pázmándi veterán autós motoros találkozót, amelynek címe Szirénák közt. Ez egy remek túra. No, beszéljünk erről. Egyáltalán honnét jött ez a szerelem? Ez egy olyan szerelem, amit nagyon is jól tudom,
hiszen már számtalanszor beszéltünk erről. Ez örök? Igen, hát ha jól számom, akkor 14 éve fertőződtem meg ezzel a veterán autós dologgal. Teljesen véletlenül egy rendezvény megpillantottam egy öreg autót. Utána mentem, és kiderült, hogy amit láttam, az nem egy amerikai fecskefarka autó, hanem ez egy Skoda Felicia 1960-as évekből. És akkor a családdal úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk egy ilyet előbb-utóbb vásárolni, és hát egy fél éven bekerült, mert aztán sikerült. De azt mondom, hogy van, aki motorral kezdtenek, előbb-utóbb úgyis lesz autója, és fordítva is igaz. És hát nagyon sok helyen megfordultunk az országban hasonló veterán jármű túrákon és rendezvényeken, és akkor úgy döntöttünk, hogy itt a környéken igazándiból nagyon sok szép látni valóan a Velencei tó vidékén, viszont nem nagyon voltak hasonló rendezvények a tó környéken. És akkor alapítottuk a Pázmándi Nosztalgiájármű Egyesületet, kimondottan azzal a céllal, hogy a Velencei tó környékét és környezetét be tudjuk mutatni az ide látogatóknak, illetve nem utolsó sorban olyan egyesületi tagokkal, akik bármikor nagyon szívesen segítik egymást technikailag a járművek felújításában, restaurálásában, bármilyen problémában mindig tudjuk egymást segíteni. Igen, tehát egyik oldalról ott vannak az veterán autók, tehát az gyönyörűségesek, volt alkalmam megszemlélni, készült film is belőle. Másik oldalról ez egyfajta misszió, hiszen mindig összekötik valami jótékonysággal. Most például olvasom itt, hogy a Gárdony önkormányzat parkolójánál gyülekeznek, és irány Fehérvár. Nézzük meg ezt a napot. Igen, hát az idei túrának az lesz a szlogenje, hogy szirénák közt. De ezen a napon szeretnénk felkeresni, illetve fel fogjuk keresni a székesfehérvári mentőállomást. Arra tudni kell, hogy az országos mentőszolgálat az idén 70 éves. És a mentőállomás után Dunaújvárosba autózunk, ahol szeretettel vár bennünket a Dunaújvárosi Rendőrfőkapitányság. Onnét pedig Sárbogárdra, a sárbogárdi tűzoltólaktanyába vándorolunk, hogy autózunk. Szeretnénk egy kicsit betekinteni ezeknek a szirénás járműveknek a hátterébe, a színfalak mögé. Ugye nagyon sokszor csak annyit látunk, hogy hallunk, hogy megy egy jármű az autón és szól a szirénája, de nem látjuk azt, ami mögötte van. És ez a nap ez nagyon jó lesz arra, hogy egy kicsit betekintsünk, hogy mi van a mentőknél, a színfalak mögött, hogy néz ki egy rendőrségi beavatkozás, vagy bármi olyan, amit egy külsős ember nem láthat. Illetve a tűzoltóknál sem csak annyiból áll, hogy lecsúsznak a csövön és beugranak az autóba és mennek. Tehát nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket mindenhol, és úgy gondolom, hogy nagyon sok látnivaló olyan érdekesség lesz, ami közönséget tömeget hoz. Igen, hát egyik oldalról természetesen ott van a közönség, a másik oldalról az, hogy szeretnék jobban megismerni azokat a szirénákat, amelyek a különböző testületek autóin vannak, azt hiszem, hogy ez egy jó dolog. Általában itt is egyre nő a létszám, ahogy én hallottam és tudom. Igen, hát az idei évben már, illetve már tavaly évben is muszáj volt maximalizálni a létszámot, tehát ugye mindenhol van egy befogadó képesség. Az idén ezt 50 veterán járműbe és 100 főbe kellett korlátozni, sajnos nem tudunk nagyobb tömeggel mozogni. Egy 80-100 autó mozgatása, illetve az emberek mozgatása már óriási probléma, tehát az már közlekedési rúgóval jár, tehát az kivitelezhetetlen a mai világban, hogy 100 autóval, mert mi mindig oszlopba, tehát egyszerre megyünk. Jó, tehát ez egy nagyszerű rendezvény. Mennyien lesznek? Hát egy 100 főre mindenképpen 100. számítunk, és 50 veterán jár. És fantasztikus járművek. Érdemes lesz erre következtetni, illetve körülnézni. Nos, én köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy érdemes Pázmándinak lenni, tehát két héten belül két nagyszerű rendezvény az önöké, tehát kedves nézőink, aki még nem döntött el, hogy június utolsó napján, tehát 30-án mit csinál, felhívom a figyelmét, hogy az idén ötesztendős Pázmándi és Páz Egyesület egy nagyszerű parasztcsávó. Fesztivál és hétprogram. Parasztcsávó fesztiválra invitálja önöket, azt hiszem, hogy pazar program sorozat várja a családokat is. Utána pedig július 14-én érdemes lesz majd figyelni Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Nagyvenyimen, illetve hát útközben feltétlenül, hiszen csak nem 100 fantasztikus veterán autó vonul fel a szirénák közt túrára, tehát július 14-én. Én pedig Kerkuska Csabának megköszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Én pedig köszönöm szépen a lehetőséget. És önöknek is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!